Afgán migránsok egy csoportja Hollandiába tart. Kétszer próbálkoztak átjutni a magyar határkerítésen, de a magyar rendőrök elkapták és visszaküldték őket. Egyikük azt mondta, nem tudja, kik lövöldöznek az erdőben. I don't know. Az erdő alatti utak mentén lábbeli ruházat, vizes és üdítős palackok, rengeteg szemét. Újabbnál újabb vonulási irányt keresnek a maketesi erdőben a taxisok is és a migránsok is, állítják a helyi lakosok. A mögöttem látható útvonal a maketesi erdő sűrűjében kétfelé ágazik, mégpedig az egyik része közvetlenül a magyar határkerítés irányába vezet, amely néhány száz méterre található innen, a másik irány pedig a kelebiai erdő irányába vezeti el a migránsokat, illetve a taxisokat. Egyébként a szemét is jól jelzi, hogy az éjszak a folyamán is nagy lehetett itt a forgalom, illetve a vonulás. A helyiek különben azt sérelmezik leginkább, hogy a legutóbbi fegyveres incidensek, lövöldözések után a szerbiai rendőrség mindössze 113 migránst gyűjtött be és szállított el szerbiai befogadóközpontokba, miközben állítások szerint több százan lehetnek még itt a makhetesi erdő területén a különféle illegális migránstáborokban. A helyiek azt mondják, nagyon sok a migráns. Hú, ez mennyi lehet, ki tudja, pár száz biztos, nem tudom, fogalmam nincsen. Szép idő van, most lehetne az erdőbe kirándulni. Nem lehet, még nem merünk a sarokig se elmenni az erdőbe, nem, hogy bemenjünk, nem. Nem lehet, valamelyik napot nálunk a rendőrökre kiszedték őket, a taxisztán mind lefektették, voltak egy 20-30-an biztos. Rengetegen vannak. A taxisok napközben is háborítatlanul hordják a migránsokat az erdőbe, az illegális bevándorlók pedig az erdő alatti réteken, legelőkön pihennek és napoznak.